A Bolyai filmműhely 10 évvel ezelőtt Horváth Mihály rendező és Pót Imre operatőr kezdeményezésére alakult meg az Entai Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban. Fiataljainknak egy olyan ajtót nyitunk a filmvilág felé, ahol alapismereteket kapnak nem csak a film készítéséről, hanem a film értelmezéséről is. A műhely a fiatalok számára mind szakmailag, mind emberileg rendkívül sokat jelent. A mai világban minden fiatalt valamilyen szinten érdekli a technika, talán a filmezés is, akár a fotózás, ami most egy nagyon népszerű művészeti ág, de valamilyen módon egy adott mederbe kell terelni ezeket a fiatal érdeklődőket, és erre egy nagyon jó hely a Bolyai filmműhely. Egy nagyon szoros családi kötelék. Én nem túlzok, hogyha ezt mondom, alakult ki ezen a filmműhelyen belül, úgyhogy megtaláltam önmagam ebben a filmműhelyben. A Bolyai filmműhely 10 éves jubileum alkalmából szervezett ünnepség vendégei válogatást láthattak a műhely elmúlt 10 évének legsikeresebb alkotásaiból, valamint megismerkedhettek a kamerával Úgy kell bánni, a Bolyai filmműhely 10 éve című kiadvánnyal is, amely a műhely történetét dolgozza fel. Tulajdonképpen a szerkesztésben segítettünk, hogy hogyan is legyen ezekből az információkból, ezekből az emlékekből egy kötet. A rendezvényen emléklapokat adtak át a műhely tagjainak, akik közül a legeredményesebbeket, Anitics Tamást, Kecsenovics Egont, Lejkauf István, Cénási Esztert és Zsolnai Ákost emlékplakettel tüntették ki. A fiatalokat Lezsák Sándor, a Magyarországgyűlés alelnöke is jutalomban részesítette, a filmműhely 30 tagját pedig meghívta a 15. Lakiteleki Filmfesztiválra.